Jó estét kívánok a Vásárhelyi Televízió nézőinek, híradónkat látják. Építményadó csökkentést terjesztett elő Hegedű Zoltán. A helyi vállalkozók béremelésre költhetik a javaslat által nyújtott kedvezményt, derült ki a pénteki rendkívüli közgyűlésen. Hegedű Zoltán előterjesztést adott be a helyi vállalkozók építményadójának csökkentésére. Ennek értelmében azok a vállalkozások igényelhetik a kedvezményt, akik a minimálbérnél magasabb összegű béremelést biztosítanak. Az adó 30%-áig elszámolható legyen az alkalmazottak minimálbér feletti nettó béremelése. Magyarul, hogy mindenki értse, hogyha a vállalkozó az alkalmazottjának megemeli a fizetését, akkor ezt az adója 30%-áig le tudja írni. A kezdeményezéssel a helyi vállalkozókat támogatná az önkormányzat. Az építményadó ilyen módú csökkentését a következő közgyűlésen tárgyalja majd a képviselőtestület. Az elmúlt 25 évben nem volt ilyen jó helyzetben az önkormányzat költségvetése. Folytatódik az orvosi rendelők felújítása, sporttámogatási alapot hozott létre a város, és az adócsökkentést is előterjesztették a pénteki rendkívüli közgyűlésen. A város képviselőtestülete péntek este arról is döntött, hogy húsvétig 10.000 forintos támogatást kap minden 62 év feletti hódmezővásárhelyi lakos. Az előterjesztésből kiderült, az önkormányzatnak nincs hitele vagy lejárt tartozása, és az elmúlt 25 évben nem volt ilyen jó gazdasági helyzetben az önkormányzat. Hegedű Zoltán alpolgármester az ülésen kifejtette, az elmúlt időszakban lefolytatott konzultációs sorozat eredményeit is felhasználták a rendelet megalkotása során. A költségvetés tervezete nem tartalmaz hiányt, kiegyensúlyozott, sőt 316 millió forint le nem kötött tartalékkal is rendelkezünk. Ez a le nem kötött tartalék biztosított lehetőséget arra, hogy az elmúlt hetekben a Hódmezővásárhelyi Társadalom legfontosabb társadalmi képviselőivel konzultációt folytassak. Beszéljünk arról, hogy ez a 316 millió forint, ez a le nem kötött tartalék milyen lehetőséget biztosít az együttműködésre, hogyan tudunk az ő terveikkel, elképzeléseikkel közösen többet tenni Hódmezővásárhelyért és a hódmezővásárhelyekért. Az idei költségvetés ezért egy 60 millió forintos sporttámogatási alap létrehozását is tartalmazza. Folytatódnak a rendelő felújítások és a város valamennyi 62. életévét betöltött lakosa 10.000 forintos utalványt kap majd a közeljövőben. Utóbbit az idősek civil szervezetei a velük folytatott konzultáció alkalmával kérték. Azt indítványozták, hogy amennyiben a költségvetés elfogadása után van lehetőség és van tartalék a költségvetésben, akkor elismerve az ő munkájukat és tevékenységüket, legyen lehetőség arra, hogy egy évben ne egyszer, hanem kétszer kapjanak ilyen támogatást, de szigorúan, és én velük egyet is értek ebben, szigorúan a költségvetési lehetőséghez igazodva. A költségvetési tartalék ebben az évben, ahogy azt a jegyzőasszony is mondta, ezt lehetővé teszi, úgyhogy én a költségvetést önök elé már úgy terjesztettem, hogy ezt a 10.000 forint per fős támogatást már bele is terveztük ebbe a költségvetésbe, ami önök előtt fekszik. Hegedű Zoltán közölte, állami, uniós és önkormányzati forrásból felújítják a város valamennyi iskoláját és kollégiumát. Továbbá az alpolgármester javaslatot tett a vállalkozások építményadójának csökkentésére. A tervezet szerint az adó 30%-áig elszámolható lesz az alkalmazottak minimálbér feletti béremelése. A rendeletet a Fidesz-KDNP képviselői támogatták. Az ellenzék önkormányzati képviselői, a teremben jelenlévő MSZP-s dr. Kis Andrea, valamint a Jobbikos dr. Szabó Pál és Molnár Lászlóné nemmel szavazott. Megnyitotta a kapuit az új egészségház Magyar Csanádon. Az épületben egy felújított orvosi rendelő, a védőnői szolgálat és egy gyógyszertár is helyet kapott. Főleg az utóbbi jelent nagy segítséget a magyar csanádi lakosok számára, ugyanis így már nem kell átmenniük más településekre, hogy kiváltsák gyógyszereiket. Magyar Csanádon egy libanoni származású háziorvos rendel immáron 10. éve. Ő pontosan látta, milyen körülmények között lehetett itt dolgozni az elmúlt években,
Ehhez képest most az új egészségháznak köszönhetően mindenük megvan, és el tudják látni a betegeket. Sok minden hiányzott, nem volt ez az épület, ráadásul a település kapott egy gyógyszertár is, és innentől sokkal dinamikus a betegellátás. Minden felszereltség van, nincsen semmi panasz, nagyon-nagyon tudunk ellátni a betegeket. Farkas János, Magyar Csanád polgármestere elmondta, a beruházás a 2014-es választási kampány ígérete volt, és tavaly decemberben sikeresen be is fejeződtek a munkálatok. Közel 150 négyzetméterre bővült az az épület, amiben most a gyógyszertár intézménye működik. Itt ebben az épületben helyet kap a háziorvosi szolgálat, illetve a védőnői szolgálat a gyógyszertáron kívül. A lakosaink rendkívül nagy lelkesedéssel várták, mikor lesz már kész, nem kell átmenni másik településre, kiváltani a gyógyszereiket. Lázár János országgyűlési képviselő is körbenézett a vadonatúj egészségházban, felmérte az esetlegesen még fennálló igényeket. A költségek egy részét a belügyminisztérium biztosította, ebből jött létre az új gyógyszertár. A fennmaradó összeget egy Európai Uniós pályázatnak köszönheti Magyar Csanád önkormányzata. 120 millió forintból valósították ezt meg. Én úgy gondolom, hogy Magyar Csanádon sok idős ember van, sok beteg ember van, nagyon sok hátrányos helyzetű ember van. Körülbelül az itt élőknek 30-35%-áról mondhatjuk azt, hogy nehéz szociális körülmények között élnek, és ahogy most itt a doktor úr mondta, ahol szegénység van, ott betegség is van, ezért ennek a problémának a megoldása, illetve a létesítmény létrehozása alapvető állami, nemzeti és önkormányzati meg helyi érdek is volt, úgyhogy egy jó dolgot sikerült összehozni. A helyiek nagyon örülnek az új egészségháznak, főleg a benne levő gyógyszertár jelent nekik nagy segítséget. A házi orvos szerint egy szociális otthonra is még szükség lenne Magyar Csanádon. Gálfi László kapta az idei Páger gyűrűt. A makói születésű színész legenda híres pecsét gyűrűjének mását 2002 óta ítélik oda minden évben a szakmai kuratórium döntése alapján a Marosparti városban. A tehetség Isten adománya. Ez Makón a génekkel kerülhetett belém. Ez a Páger Antal idézet áll szülőháza helyén lévő emléktáblán, amit minden évben a város vezetése, a színész családja, illetve a róla elnevezett díj kuratóriumi tagsága és az azévi díjazott is megkoszorúz. A rövid megemlékezés után a Hagymaházban adják át a Páger Antal színészdíjat, amit ebben az évben Gálfi László vehetett át. Az elismerést minden esztendőben az a művész érdemli ki, aki a leghűségesebb a színészlegenda szellemi örökségéhez és játékára jellemző a págeri hitelesség és eszköztelenség. A díjazottakban én magam mindig Páger színészi vonásait, emberi hitvallását keresem, és mindazt, ami túlmutat ezeken a jelenkor számára. És meg kell, hogy osszam önökkel, nagyon könnyedén megtaláltam. Különös légkört tud ön is alakítani a filmvásznon és a színpadon. Akárcsak Págernél izzik a levegő ön körül, még akkor is, ha szinte semmit nem tesz érte. Ezer és ezer ember él önben, akárcsak Págerben. Gálfi László 1975-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Ebben az évben megkapta a kultikus A Kenguru című film főszerepét. A színházi pályafutását a Végszínházban kezdte, ahol több legendás színész mellett Páger Antallal is együtt játszott. Szintén együtt tűntek fel Mag Károly 1978-as alkotásában, a Filemon és Baucisban. Nekem csak jó emlékeim vannak, tehát velem soha nem volt ingerült, nem beszélgetett a hátam mögött, szóval nekem csak jó tapasztalataim voltak, és hát akkor a korkülönbség volt köztünk, most egész másképp lenne, de mindig öcsizett meg. Szóval én mindig tanítgatott, mindig fölhívtam figyelmet dolgokra. De mondom, hogy egy ilyen nagypapa unoka viszony volt. De hát szakmailag meg nagyon keményen dolgoztunk. Gálfi László 1998-ig volt a Vígszínház tagja, majd 2004 óta az Örkény Színház alapító társulatának tagja. Pályafutása során magasságának köszönhetően többször bújt királyok bőrébe, mind színpadon, mind pedig a filmvásznon. Második Lajosként tűnt fel többek között Richard Burton oldalán a Wagner című filmsorozatban.
Gálffy László munkája elismeréseként már korábban Jászai Mari díjat, Kossuth díjat és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is átvehette, de örökös tagja a Halhatatlanok Társulatának is. A Modern Városok program keretében több mint 20 fejlesztésre közel 160 milliárd forint kerül Hódmezővásárhelyre, derült ki azon a sajtótájékoztatón, amelyet Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter és Hegedű Zoltán alpolgármester tartott a városházán. 2015-ben indult el és egészen 2022-ig tart a Modern Városok program, amelynek keretében 3500 milliárd forintból mintegy 250 projekt valósulhat meg. Kósa Lajoshoz eddig a polgármesterek Budapestre mentek tárgyalni, mostantól viszont ő keresi meg az adott települések vezetőit. Ma Hegedű Zoltán alpolgármesterrel tárgyalt, és kiderült, hogy több mint 20 fejlesztése mintegy 160 milliárd forint érkezik Hódmezővásárhelyre. Ebből az egyik legjelentősebb 73-75 milliárd forintba kerülő beruházás a várost Szegeddel összekötő gyorsvasút, a tramtrain lesz. Ez a tramtrain rendszer, ez számos, a világ számos részén működik nagy forgalmi sűrűségű agglomerációkban, Magyarországon ilyen még nem működik, a HÉV nem ilyen, mert a HÉV egy zárt pályán megy, az egy helyi érdekeltségű vasút a nevében is benne van. Ez a tramtrain máshol bevált, és itt most szeretnénk kipróbálni, hogy hogyan működik két egymáshoz nagyon közel lévő megyünk város esetében. És ha működik, az utasok számára nem kell mondjam, hogy ez egy meglehetősen könnyed elérés lehet visszaverzve a Szeged és Hódmezővásárhely között, akkor természetesen ennek a tapasztalatait a későbbi közösségi fejlesztésben is szeretnénk hasznosítani. Több projekt is elindult már a Modern Városok programban Hódmezővásárhelyen. Ezek közül a legelőre haladottabb a minőségi otthoncsere program, amely a panel épületben élők számára kínál lehetőséget arra, hogy családi házba költözzenek. Támogatást élvez az 50 hektárral bővülő ipari park is, ahol mezőgazdasági gépgyártással és élelmiszeriparral foglalkozó vállalkozások telepedhetnek meg. Hangsúlyozta Hegedű Zoltán alpolgármester, majd hozzátette, a mai tárgyalás nagyon eredményes volt. Újabb lépést teszünk a megvalósítás irányában. Abban egyeztünk meg, hogy a közeljövőben elképzelésünk szerint március végéig sikerül meghozni azokat a döntéseket, amelynek keretében mintegy 8 milliárd forint újabb összeg érkezik Hódmezővásárhelyre, hogy a többi program is elindulásra kerüljön, és ezekkel is tudjunk előre lépni, hiszen, ahogy mondtam, a város célja az egyértelműen, hogy a lehető leggyorsabban, ha lehet, akkor a többiek előtt végezzünk ezekkel a projektekkel, és valósítsuk meg ezeket a projekteket. Hódmezővásárhely Csongrád megye agrár szakigazgatási központja, ezért a városba költözik a megyei agrárkamara, a jelenlegi Petőfi utcai agrárcentrumba. A város 70 kilométeres kerékpárút hálózatát 117 kilométerrel bővítik. Ennek része lesz a Tisza töltésen Nagyfától Mártéig húzódó szakasz, és elkészül a biciklis turistákat kiszolgáló infrastruktúra is. Továbbá felújítják a Bethlen Gábor református gimnáziumot, a Németh László gimnáziumot és fejlesztik a felsőfokú agrárképzést. De a haderőfejlesztési program keretében bővítik és felújítják a laktanyát, szakmai utánpótlás megteremtése érdekében pedig Honvéd középiskolát és kollégiumot is kialakítanak, ahogyan megújul a kórház és lesz új könyvtár és naperőmű is Hódmezővásárhelyen. Az időközi polgármester választásról is kifejtette véleményét Kósa Lajos tárca nélküli miniszter, aki azt mondta, Hegedű Zoltán az elődökhöz méltó városvezető lehet. Kósa Lajos miniszter a vásárhelyi időközi polgármester választás kampányának hangvételéről és a jelöltek eddigi kampányát értékelve elmondta. Márkizai Péter, aki függetlennek mondja magát, az összes ellenzéki párt támogatását bírja, bár nem vállalja fel. Ráadásul az ő bemutatkozása nem sikerült jól, mivel két hazugsággal indított. Hernádi Gyula esetében vállalható politikai akciónak nevezte, hogy miután felismerte, hogy a szocialista érdekeket nem képviseli az MSZP, ezután független jelöltként harcba szállt a baloldali érdekekért. Ebből a választékból messze-messze nem is kérdés, hogy Hegedű Zoltán az az ember, az az első számú vezető, aki Vásárhelyet a nagy elődökhöz méltóan tudja vezetni. Úgyhogy bár én nem szavazok Vásárhelyen, de mindenkinek tudom a figyelmébe ajánlani és a támogatását ajánlani a kedves vásárhelyieknek.
Mint ismeretes, február 25-én tartanak majd időközi polgármester választást Hódmezővásárhelyen. Felhívjuk tisztelt nézőink figyelmét, hogy a teljes beszélgetést híradónk után láthatják. Közel másfél tonna ruhát gyűjtött össze a helyi Románok Ráj Jogvédő Egyesület és a Johannita Segítőszolgálat azért, hogy ezzel támogassák a mély szegénységben élőket. A kezdeményezést a város önkormányzata is támogatta. Az adományok szétosztását a hétvégén kezdi meg a szervezet. A Hódmezővásárhelyi Románok Ráj Jogvédő Egyesület a Johannita Segítőszervezettel együttműködve dolgozik a hátrányos helyzetű családok és gyerekek támogatásán. A közös kezdeményezésről a csoport Csongrád megyei elnöke számolt be híradónknak. Mi, tehát a Románok Ráj Jogvédő Egyesület, valamint a Johannita Segítőszolgálat együttműködés kötött arra vonatkozóan, hogy a jövőben a vásárhelyi, illetve a vásárhelyi járásban található településeken a hátrányos helyzetben élő embereket, legfőképp a hátrányos helyzetben, mély szegénységben élő gyerekeket szeretnénk segíteni, hogy ne csak akkor kapjanak ezek a gyerekek támogatást, amikor ünnepek közelednek. Az Egyesület a hétvégén 350 rászoruló családnak osztott, főképp tartós élelmiszerekből és édességekből álló csomagot. Most a Hódmezővásárhelyi Szervezet az együttműködés alapján a segítő szervezettel közösen a város önkormányzatának támogatása mellett körülbelül másfél tonna ruhaadomány gyűjtött össze, melyet szintén a rászorulók között fognak szétosztani. Az embereknek kialakult egy olyan dolog, hogy amikor így csinál az ember egy osztogatást, akkor már nem mennek el, mert szégyellik magukat, úgyhogy mi nem leszünk lusták, és kimegyünk a terepre, kimegyünk a telepekre, kimegyünk az olyan szegregátumokba, ahol ezek az emberek élnek, és ott fogjuk nekik ezeket a csomagokat átadni. A ruhaosztás hétvégén Hódmezővásárhelyen fog elkezdődni, a jövő hét folyamán pedig Makúra, Apátfalvára, Kiszomborra és Magyar Csanádra viszi majd el a szervezet adományait. Festmény és kézimunka kiállítással és úti beszámolóval készült a Székkutasi Olvasókör a Kultúrházak éjjel-nappal című rendezvénysorozat alkalmából. Az országos felhíváshoz immár 5. alkalommal csatlakozott a Székkutasi Művelődési Ház. A Hódmezővásárhelyi Halasiné Dúzsa Julianna nyugdíjas éveiben kezdett festészettel foglalkozni. Azóta többször is meghívást kapott a Székutasi Művelődési Háztól, képeit gyakran kiállítják. Leginkább virágokat és tájképeket szeret festeni. Azt mondja, hiányolt az emberi alakokat alkotásairól, ezért kisméretű, égetett agyagszobrocskákkal is kiegészítette a kiállítást. Rizsföldek mellett laktunk, és ott nagyon jó agyagos talaj volt, és gyerekkoromban már készítettem agyagfigurákat. Aztán később ez elmaradt, és utána mégis előjött. Juhász Nagy Józsefné, a Székutasi Kézimunkakör vezetője. A nyugdíjasok szabadidejükben szervezett szakkör keretében készítik a különböző alkotásokat, melyeket most kiállítottak a Művelődési Ház nagy termében. Nagyon örülünk, hogy bemutathatjuk ezeket az alkotásainkat. Különböző tájegységekről, itt meg is jegyeztük, hogy melyik kézimunkánk honnan, melyik tájegységről való, Zöme, Kalocsai, Matyó, de vannak Apátfalvi, Hövei, Palóc mintáink is. Sok-sok goblenünk van, amit most csak részben mutatunk be. A következő kiállítást a szeptemberi falunapra tervezik, ott nagyobb hely áll majd rendelkezésre. A kiállításon kívül az érdeklődők meghallgathattak egy úti beszámolót is. Bodnár Károly tanár úr már több alkalommal kalauzolta el a helyieket Európa különböző vidékeire, ezúttal a franciaországi Loire-menti kastélyokat mutatta be. Az olvasókör tagjai kulturális kerekasztal beszélgetés keretében március 9-én ülnek majd össze, hogy pénzügyi és szakmai tekintetben értékeljék az elmúlt év eseményeit. Egyúttal megvitatják és közösen elfogadják a következő egy év tervezett programjait is. Nagyobb programok várnak az olvasókörre. Konzorciumi tagként működünk a Székutasi Gregus Máté Általános Iskolával, akikkel közösen készülünk a hagyományőrző táncgálára, ami immár 10. alkalommal fog megvalósulni az olvasókör szervezésében. Majd lesz egy nyári találkozónk, ahol az olvasóköri országos találkozónak ad helyszínt Székutas, és itt pedig a vándorbot átadás lesz, ami egy megtiszteltetés is számunkra, amit a Sóshalmi Olvasókörtől fogunk megkapni, és az Országos Szövetségnek ezt a vándorbotját egy évig fogjuk itt őrizni.
Ezt követi szeptemberben a hagyományos szüreti ünnep és decemberben a szintén több éves hagyományokra visszatekintő adventi gyertyagyújtás. A gyertyákat saját kezűleg öntik és a helyi szökőkútra helyezik el, majd közösségi összefogással feldíszítik az adventi koszorút. A Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület idén is megrendezte gazdanapi programját, ahol a zenés és táncos fellépők mellett helyi termékek vására is várta a közönséget. Az eseményen továbbá lehetőség nyílt a népi mesterségek kipróbálására is. A gyerekek korongozhattak, kukoricát törhettek, megismerkedhettek a különböző mezőgazdasági termékekkel, de a kenyérkészítés fázisait is kipróbálhatták a kézi őrléstől egészen a tészta formázásáig a hétvégén a Gregus Máté szakközépiskola tornatermében, ahol idén is megrendezték a gazdanapot. A rendezvényen Hegedűs Zoltán alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. A hódmezővásárhelyi termelők a saját termékeiket árulják, nem csak itt, hanem a hódmezővásárhelyi piacon is. Talán ez az egyik legfontosabb dolog, hogy a hódmezővásárhelyi termékeket a hódmezővásárhelyiek megízleljék, megszeressék és vásárolják. Ezért fogjuk a hódmezővásárhelyi piacot teljesen újraépíteni. Bízom benne, hogy hosszú éveken keresztül lesz még alkalmunk itt a helyi termékeket megcsodálni, beszélgetni egy kicsit azokkal, akik ezeket készítik, és talán a gyerekeink is sok mindent megtanulhatnak itt a sorok között. A kézműves termékek mellett a Gazdasági Egyesület szakosztálya is bemutatkoztak a rendezvényen. A Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület szakmai része az a szakosztályokban nyilvánul meg, így itt körünkben látható különböző szakosztályunknak is a bemutatkozása, jutenyésztő szakosztály, méhész szakosztály, agrártörténeti szakosztály, pásztoréletkutatók köre, mindannyian bemutatják itt a termékeiket. A rendezvényen többek között a Besenyei Ferenc Művelődési Központ Ficánka néptánc csoportja is fellépett. A Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület másik tradicionális februári eseménye a gazdabál, amit szombaton rendeznek meg a Fekete Sas báltermében. Az eseményt délután egy lovas bandérium előzi meg. Ez volt a Vásárhelyi Televízió híradója, továbbra is tartsanak velünk, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedre virradó reggelre erősen felhős lesz az ég, de csapadék nem várható. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 fok körül alakul. Holnap a változó felhőzet mellett néhány órás napsütés is lehet. A hőmérséklet csúcsértéke 6 Celsius fokig emelkedik.